A madárinfluenza terjedésének megakadályozására a vírus első lelőhelyétől számított 10 kilométeres körzetben vezetett be megelőző intézkedést a NÉBIK a múlt héten. Két telepen, a Bugaci és a Kiskunmajsai baromfitartó telepen minden baromfit leöltek. Az intézkedéssel, amely több tízezer állatot érintett, a vírus terjedését előzték meg. Azok a termelők, akik akár a megbetegedés, akár a megelőzés céljából elvitték és megsemmisítették a baromfi féleiket, azok a termelők 100%-os kártalanításban részesülnek. Ez EU jogszabály. A Baromfi Terméktanács elnöke kiemelte, a madárinfluenza terjedésétől nem kell tartani. A hideg beálltával a vírust hordozó vándormadarak távoznak a térségből, és a fertőzés veszélye is megszűnik. Zárt állattartásban pedig nem terjedhet a vírus, ami emberre sem veszélyes. A forgalomban lévő csirkehús pedig biztonságos, hangsúlyozta a szakember. A feldolgozó üzemeket viszont óriási kár érte az export tilalom miatt. A másodlagos károk 400-500 millió forintra is tehetők, mondta el a szakmai szervezet elnöke. A forgalmi korlátozások továbbra is fennállnak. Meg kell várni a 90 napot, mert az utolsó bejelentést követő 90 nap múlva nyílnak meg megint azok a kereskedelmi csatornák, ahova ismét lehet vinni Dél-Koreába, Japánba, Dél-Afrikába, Ukrajnába például. Ukrajnába egyébként számottevő baromfihús mennyiséget nem exportál Magyarország, inkább keltető tojást és tenyész alapanyagot, de a korlátozás ezekre is vonatkozik.